Salamon király sok idegen asszony szeretett a fáraó leányán kívül, Möábiakat, Amóniakat, Edómiakat, Szidóniakat és Hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert saját isteneikhez fordítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elfordították a szívét. Így történt, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és szíve nem maradt teljesen istenéé, az úrőjé, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a Szidóniak istenét és Milkómot, az Ammóniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az úr, és nem követte olyan hűségesen az urat, mint apja, Dávid. Akkoriban Salamon áldozó halmot épített a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen Kemúsnak, a Mőábiak bálványának és Moloknak, az Ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi, idegenből szerzett felesége kedvéért is, akik a maguk isteneinek tömjéneztek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elfordult szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt akkor ezt mondta az Úr Salamonnak, mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a te szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem meg ezt, majd a fiat kezéből fogom kiszakítani. De nem az egész országot szakítom ki, adok a fiadnak egy törzset szolgámért, Dávidért és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Salamon háborúi Azután ellenfelett támasztott az úr Salamonnak, az Edómi hadadot, aki királyi származású volt Edomban. Amikor Dávid megtámadta Edómot, jóáb, a hadsereg parancsnok fölment, hogy eltemesse az elesetteket, és levágott minden Edomban található férfit. Hat hónapig maradt ott jóáb egész Izraellel, még ki nem írtott minden Edomban található férfit. Akkor menekült el Hadad néhány edómi férfival együtt, akik apjának az emberei voltak, és Egyiptomba mentek. Hadad akkor még kisfiú volt. Elindultak Midjánból, és Páránba jutottak, Páránból is vittek magukkal férfiakat, és elmentek Egyiptomba a fáraóhoz, Egyiptom királyához. Ő házat adott neki, gondoskodott az ellátásáról, és földet is adott neki. Hadad nagy jó indulatra talált a fáraónál, aki hozzáadta feleségének, Tapenész királynénak a húgát. Tapenész húga szülte neki fiát, Genubatot. Tapenész a fáraó palotájában választotta el, és Genubat ott maradt a fáraó palotájában, a fáraó fiai között. Amikor Hadad meghallotta Egyiptomban, hogy Dávid őseihez tért pihenni, és hogy Jóáb, a hadsereg parancsnok is meghalt, így szólt Hadad a fáraóhoz, bocsáss el engem, hadd menjek el a hazámba. A fáraó ezt mondta neki, miben szenvedsz itt hiányt, hogy most a hazádba akarsz menni. Ő ezt felelte, semmiben, de azért mégis bocsás el engem. Támasztott Isten másik ellenfelet is, Rezont, Eljádá fiát, aki urától, Hadadezertől, Cóbőá királyától menekült el. Ez férfiakat gyűjtött maga mellé, és egy rablócsapat vezére lett. De amikor Dávid öldökölni kezdte őket, Rezon Damaszkuszba ment, ott letelepedett, majd király lett Damaszkuszban. Ellenfele volt Izraelnek Salamon egész életében, és olyan veszedelmet okozott, mint hadad. Megvetette Izraelt, és Arámban uralkodott. A hiá próféta jövendőlése Jeroboám, az efrátai nebát fia, Ceredából, Salamon egyik udvari embere, akinek egy özvegyasszony volt az anyja, név szerint Ceruá, föllázatta király ellen. Az pedig, hogy föllázatta király ellen, így történt, Salamon megépítette a milló erődöt, és berakadta apja, Dávid városának a réseit. Ez a férfi Jeroboám derék ember volt. Amikor Salamon látta, hogy ez a fiatalember jól végzi munkáját, megtette József házában az összes kényszermunkás felügyelőjévé. Abban az időben Jeroboám elment Jeruzsálemből. Útközben találkozott a sílói Ahijá profétával, aki egy új köpenybe volt burkolózva. Csak ők ketten voltak a mezőn. A hiá megragadta a rajta levő új köpenyt, tizenkét darabra hasította, és ezt mondta Jeroboámnak, védj magadhoz tíz darabot. Mert ezt mondta az Úr, Izrael Istene, íme, kiszakítom az országot Salamon kezéből, és tíz törzset neked adok. Egy törzs azonban az övé maradt szolgámért, Dávidért és Jeruzsálem városáért, amelyet kiválasztottam Izrael összes törzse közül. Azért lesz ez így, mert elhagyott engem, és Astóretet, Szidón Istenét, Kemust, a Mőábiak istenét és Milkómot, az Ammóniak istenét imádta, nem az én utaimon járt, rendelkezéseimet és törvényeimet, amelyeket én helyesnek látok, nem teljesítette úgy, ahogyan az apja, Dávid. De nem veszem ki a kezéből az egész országot. Megtartom őt fejedelemnek egész életében szolgámért, Dávidért, akit kiválasztottam, és aki megtartotta parancsolataimat és rendelkezéseimet. Fiának a kezéből veszem ki az országot, és tíz törzset neked adok. Csak egy törzset adok a fiának, hogy maradjon előttem mindenkor mécsese szolgámnak, Dávidnak Jeruzsálem városában, amelyet kiválasztottam magamnak, hogy ott legyen a nevem. Téged pedig fölemellek, és uralkodni fogsz mindenen, amit megkívánsz. Te leszel Izrael királya. És ha hallgatsz mindarra, amit parancsolok neked, ha az én utaimon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, ha megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan tette azt szolgám, Dávid, akkor veled leszek, és maradandó házat építek neked, amilyet Dávidnak építettem, és neked adom Izraelt. Így alázom meg Dávid utódait, bár nem örökre. Salamon meg akarta öletni Jeroboámot. Jeroboám azonban útra kelt, és Egyiptomba menekült Sisákhoz, Egyiptom királyához, ott is maradt Egyiptomban Salamon haláláig. Salamon történetének a többi része, mindaz, amit véghez vitt, továbbá a bölcsessége meg van írva Salamon történetének a könyvében. Salamon Jeruzsálemben 40 esztendeig uralkodott egész Izrael felett. Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána a fia, Roboám lett a király. Roboám elment sikembe, mert egész Izrael sikembe ment, hogy királyját tegye őt. Amikor Jeroboám, Nebát fia ezt meghallotta, még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám ott is maradt volna Egyiptomban, de értekültek, és hazahívták őt. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz: Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Ő így felelt nekik: Menjetek el három napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja, Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte: Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá: Ha te most kedvében jársz ennek a népnek, és engedsz nekik, és ha válaszodban jóságos szavakkal beszélsz velük, akkor örökre a szolgáid lesznek. De ő nem fogadta meg a tanácsot, amelyet a vének adtak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő idejében álltak szolgálatba. Ezt kérdezte tőlük, mit tanácsoltok, milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám, tett könnyebbé az igát, amelyet a rakott ránk. Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá, ezt mond ennek a népnek, amely így szólt hozzád, apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk. Így beszélj velük, nekem a kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Harmadnapra elment Jeroboám az egész néppel együtt Roboámhoz, ahogyan a király elrendelte, térjetek vissza hozzám harmadnapra. Ám a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta meg a tanácsot, amit a vének adtak neki, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk: Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Nem hallgatott a királya népre, mert az úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a sílúi ahiá által mondott az úr Jeroboámnak, nebát fiának. Amikor látta egész Izrael, hogy a király nem hallgat rájuk, így válaszoltak a királynak, mi közünk nekünk Dávidhoz. Nincs közösségünk Isai fiával. Tér is Izrael, törődj, Dávid a magad házával. Izrael tehát hazament. Roboám pedig Izrael fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak. Roboám király ugyan kiküldte Adórámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de megkövezte őt egész Izrael, és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsiára szállt, és Jeruzsálembe menekült. Izrael tehát elpártolt Dávid házától. Így van ez még ma is. Apostolok cselekedetei 9-1-25. pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban, Anániás. Ő így válaszolt: Éme, itt vagyok, Uram! Az úr pedig így szólt hozzá, kej fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a Tarzuszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a Te Szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a Te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, testvérem, Saul. Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtej szent lélekkel és egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saul azonban megtudta, hogy mire készülnek. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Zsoltárok 131-1-3. Zarándokének! Dávidé! Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevé a tekintetem! Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban most és mindörökké. Példabeszédek 17, 4, 5 A gonosztevő az álnok ajakra figyel, a hazuga gonosz nyelvre ügyel. Aki gúnyolja a szegényt, alkotóját gyalázza, és aki a veszedelemnek örül, nem marad büntetlen.